Elismerte Karácsony Gergely, hogy tudott az amerikai pénzeket a baloldalnak juttató Action for Democracy tevékenységéről. Az NGO vezetője az a Korányi Dávid, aki egyben a főpolgármester tanácsadója is volt az elmúlt időszakban. Az MSZP-s Horváth Csaba pedig azt mondta, neki is lennének kérdései a 3 milliárd forintnyi külföldi támogatásról. Az Origó közben arról írt, hogy a baloldal a guruló dollárokért cserében megígérte a szankciók megszavazását és a drágább nyugati olaj vásárlását. Elkezdtük stratégiai szövetségek kiépítését. A baloldal külföldi támogatásának részletei a múlt heti titkos szolgálati jelentésből derültek ki, vagyis hogy Márki-Zay Péterék a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy-n keresztül csaknem 3 milliárd forintnyi támogatást kaptak Amerikából. 10 000 számra mikroadományokon keresztül támogatták a baloldalt. Ezt állítják folyamatosan. A Megafonos Rákai Filip vasárnapi videó összeállításában azt is leleplezte, hogy az összeg nem mikroadományokból, hanem összesen 11 adományozótól érkezett. Így hazudott össze-vissza Márki-Zay Péter az Amerikából kapott milliárdokról, írta szerdán az Origó, felidézve, hogy míg a hódmezővásárhelyi polgármester kezdetben azt mondta, a támogatást ingyen kapták, a minap beismerte, hogy tettek vállalásokat. Ahogy az Origó fogalmaz, a külföldi támogatásért cserébe több kisebb ígéret mellett megígérték, hogy a szankciókat meg fogják szavazni, és drágább nyugati olajat fognak vásárolni. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldali pártvezetők a kezdetektől fogva vagy tagadták, hogy tudtak volna a támogatásról. Kérdezzenek az oktatásról. Vagy hárították az újságírók erre vonatkozó kérdéseit. Egyedül az LMP-s Unger Péter fogalmazott úgy, hogy dermesztő a külföldi pénz, és az is aggasztó, hogy a hatalmas összegből mi sem látszott a kampányban. Ez a pénz ebbe a kampányba nem látom, hogy hogy tudott hasznosulni. Tehát itt valakik ezt a pénzt elvitték szerintem. Én ezt a 3 milliárdot nem láttam, tehát az utcán járva kelve nem tapasztaltam ezt az összeget. A fővárosi közgyűlés szerdai ülése előtt az M1 kérdésére az MSZP-s Horváth Csaba is arról beszélt, szerinte a 3 milliárd forintnyi külföldi pénz nem volt érezhető. Nem tudom, hogy ebbe beleértendő-e az állam által biztosított kampánytámogatás. Ha nem érthető bele, akkor nyilván nekem is vannak kérdéseim. Közben az ülésteremben a Fidelitas tagjai egy hány millió dolláros bébi feliratos molinót emeltek a magasba, és több zsáknyi játék dollárral demonstrálták, hogy szerintük Karácsony Gergelynek tudnia kellett arról, hogy városdiplomáciai tanácsadója Korányi Dávid pénzt gyűjt a baloldalnak. Mennyire tartja hihetőnek, hogy ön semmit sem tudott kollégája és a legújabb interjúból kiderült személyes jó barátjának, akivel hetente tartja a kapcsolatot, a kampányfizetési tevékenységéről. Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakció vezetője arra szólította fel a főpolgármestert, hogy tisztázza az ügy részleteit. Erre a tevékenységre természetesen tudok, tudtam. Karácsony Gergely az ülésteremben elismerte, hogy tudott az Action for Democracy tevékenységéről. Sőt, miközben Márki-Zay Péter többször hangoztatta, hogy nem politikai célokra jött a pénz, a főpolgármester a MediaWorks-nek már úgy fogalmazott, a támogatást lényegében az ellenzék kapta. Hát nézze, hogyha az ellenzék közé sorolunk civil szervezeteket, akkor az ellenzéknek. Igen. Az ügyben a rendőrség pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, de már az állami számbevőszék is vizsgálja a Márki-Zay Péter mozgalmának nyújtott amerikai támogatást.